Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A könyv bemutató műsorunkat látják. Perjesi István lelkésszel beszélgetek itt a stúdióban első könyvéről, aminek az a címe, hogy Elengedő szeretet. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagy velem, és erről a könyvről beszélgethetünk, és gondolom még sok minden másról. Néhány gondolatot mondj magadról. Én is köszönöm a lehetőséget. 47 éve vagyok úgymond a pályán, lelkipásztori szolgálatban, egy feleségű, három gyermekkel, öt unokával. Koromnál fogva nyugdíjas vagyok, de a szolgálatomnál fogva teljes aktivitással vagyok. Az Agapi Hálózat vezető lelkészeként kb. 70 gyülekezetért, misszióállomásért felelek. Ebből 30 roma gyülekezet, vannak erdélyi területeken is gyülekezeteink. A legfontosabb, amiben most én vagyok, az atyai szolgálat, és ilyen atyai szívvel igyekszem körülvenni a szolgatásokat a hálózatunkon belül is, meg azon kívül is. Gyülekezetplántálás, könyvírás, és az atyai szolgálatban most kinyitottam a internetes felületre is, azzal, hogy szellemi atyák és anyák kerestetnek, és meglepően nagy az érdeklődés, úgyhogy ebben a dologban most egy új vonalat fogok kezdeni. Annak az apropóján vagyunk itt, hogy az első könyvedről beszéljünk, aminek az a címe, hogy ezt már az előzőekben felkonferáltam, hogy elengedő szeretet. Amikor előzetesen beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy te a szavak embere vagy, soha nem gondoltad volna, hogy írni fogsz. Hogyan jött az ihlet? A Bibliában is vannak író proféták, és vannak nem író proféták. Én a nem író proféták közé soroltam eleve így magam, mert valahogy nem volt vonzódásom ahhoz, hogy írjak. Később azonban egyre többen bíztattak arra, hogy a különböző utaimról küldött információkban olyan jól sikerültek leírni a dolgokat, hogy jó lenne ezeket összefoglalni, illetőleg bíztattak, hogy az igehirdetéseimből is jó lenne valamit összefoglalni és így módon kiadni, és hogy minél több emberre szóljak, egyre több profétai üzenetet is kaptam ezzel kapcsolatosan, de valahol ez még nem találta el úgy a szívemet, és addig nem is mozdultam. Aztán amikor egyszer valahogy Isten meggyőzött, hogy mégiscsak rá kéne adnom magam, meg ki kéne próbálni magam ebben a dologban, akkor hát elfogadtam, és hát Istennek megadtam így magam, de ugyanakkor már a következő kifogást rögtön hozzá is tettem, hogy rendben van, írni fogok, de miről írjak? Mert ez meg a következő kérdés volt, hogy én nem akartam a fióknak írni, mert láttam sok ilyen egyházi embert, akik írtak könyveket, de a kutya se olvasta el azokat, és erre nem éreztem elhívást, és olyan témát kerestem, ami ehhez jól kapcsolódna, amit el is olvasnának az emberek, és érdekelni az embereket. Aztán hát talán így mondanám sorba, hogy a Tékozló fiú történetében egyszer, hogy prédikáltam róla, és valahogy akkor úgy szíven ütött az, hogy voltak éppen az a visszafogadó szeretet, ami az atyában ott volt az elment és aztán hazatérő fia iránt, hogy ez voltak éppen nem a visszafogadással kezdődött, hanem azzal, ahogyan elengedte ez az atya ezt a fiút, aki aztán eltékozolta a vagyonát, és a többi. És valahol ez az elengedő szeretet, ez jött a szívembe, és úgy éreztem, hogy na ez az. Akkor most már van téma, meggyőzött Isten, van témám. De aztán jött még egy kifogás, hogy de nincs időm hozzá. És mi volt az az ige, amit átköltöttél?
Igen, hogy mindenre van időm a Krisztusban, aki engem megidősít. És hát aztán tényleg Isten jól kitalálta, hogy Svájcban sikerült elmennem a hegyek közé, és akkor egy ilyen testvéreken keresztül lehetőséget kaptam, és akkor azt láttam, hogy innentől már nincs menekvés. És lényegében Svájcban ott a hegyek között kezdtem el írni ezt a könyvemet elengedő is. Szeretet az elengedő cím. Szeretet. Mennyi idő volt ez, míg megírtad? Hát elég sok, mert... A családtól távol, ha jól tudom, hány hónap volt ez, amíg Svájcban kint voltál? Igen, először 2,5 hónapig voltam Svájcban, aztán utána megint kint voltam, és akkor már egy 5 hónapot voltam kint, és akkor fejeztem be lényegében. Tehát ez több éven keresztül íródott ez a könyv, mert elég sok volt az anyaggyűjtésnek az időszaka, rengeteg olyan történetet próbáltam begyűjteni szülőktől, akik érdekeltek voltak ebben a témakörben, és az elég hosszú ideig tartott. Sokan voltak, akik segítettek ebben a könyvírásban. Először is azt gondolom, hogy Marika a feleséged, aki egy nagyon kegyelmes, szeretetteljes asszony, mert hát nélkülözött téged. Igen. Gondolom, hogy szerettek időt tölteni, és most ennyi időt mégiscsak ennek a célnak az érdekében külön kellett töltenetek. Hogy sikerült ezt megugrani? Hát ő valóban nagyon megértő velem szemben, és nagyon támogatja a szolgálatomat, és ezt már 47. esztendeje, hogy gyönyörű. Teszi. És valóban ő is fölvállalta ezt a részét, hogy ez az ő része, amivel az otthoni dolgokat ő viszi, intézi, és én meg akkor felszabadulhatok. Egyrészt, hogy úgy elvonuljak, Istennel is legyek, másrészt, hogy erre a könyvnek, vagy ennek a könyvnek a megírásához akkor tényleg legyen időm. És volt egy svájci barát is, aki biztosította a helyet, a nyugalmat, talán az anyagiakat is. Ő hogy került a képbe? Voltak éppen, aki támogatott engem, az itt egy magyarországi vállalkozó, akinek elég nagy tehenészete van, és ő neki volt svájci kapcsolata, mert ugye hát ott Svájcban a tehenészet, ugye az a csúcson van. Igen. És hát ő neki volt ez az ismerettsége, és mondta, hogy ott nekem nagyon jó dolgom lenne, és nagyon felbuzdult így a könyvírás dolgában is, és fölvállalta azt, hogy ezt az utamat anyagilag támogatni fogja. És aztán tényleg így a lehetőség már adva volt. Csak még néhány szót arról, hogy voltak, akik segítettek talán leírni, aki tördelte, róluk is egy pár szót, említsük meg őket, és köszönjük hát meg nekik is. Hát én nagyon hálás vagyok a munkatársaimért. Uh-huh. Ugye én nekem nem volt gyakorlatom a könyvírásban, úgyhogy ezért is talán elég hosszúra sikerült az első könyvnek az összegyűjtése, megírása. És ebben tényleg voltak olyan munkatársak, akik segítettek, voltak, akik bevállalták azt, hogy én diktafonra fölmondtam, és akkor legépelték. Voltak olyanok, akik segítettek átnézni, akikkel együtt, külön-külön is, aztán együtt is próbáltuk úgy összeolvasni, összefésülni. Voltak, akik úgy lektorálták, helyesírásilag segítettek. A tördelő szerkesztő pedig az számomra ismeretlen volt, a gyülekezetünk egyik tagja mondta, hogy neki van egy ilyen ismerőse, aki biztos szívesen segítene, és hát elmentem hozzá, megmutattam neki ezt a könyvet, és akkor hát ő vállalta, és hát ami nagy élményem volt, hogy miközben együtt dolgoztunk ő vele, hogy tudtam neki bizonyságot tenni Jézus Krisztusról, és ez a hölgy ennek az együttmunkálkodásnak a kapcsán megtérésre jutott, és Jézus Krisztus elfogadására. És mind a mai napig azt tudom mondani, ő az, aki a további könyveimet is ilyen módon gondozza, és nagyon szépen összerakja, mint könyvet.
Gyönyörű, köszönjük szépen neki és mindenkinek, aki segített igen. neked ebben, mert további gyümölcsei vannak és lesznek, hisszük ennek a könyvnek. Nagyon-nagyon találó a címe. Elengedő szeretet. Ahogy ezt itt próbáltam elemezgetni magamban, szerintem az elengedés is egy óriási terület az életünkben, amire nagyon nagy szükségünk van, hogy ezt gyakoroljuk, és sikeresek legyünk benne, de hogy elengedő szeretet legyen bennünk, az egy olyan magas szint, amire hát nem tudom, hogy hányan jutunk el, vagy igyekszünk eljutni. A tékozló fiú történetéből indult ez az egész. Erről mesélnél, hogy mi volt az a pont, ami megérintette ebben a témában a szívedet? Hát lényegében az, amikor egy kicsit abba kezdtem el kutakodni, hogy az a visszafogadó rész az voltaképpen nem ott indul, hanem ennek előzménye az, hogy az atya olyan nagy szívvel tudta elengedni a gyermekét, hogy az ajtót nyitva tartotta. És hát nagyon aztán elgondolkoztam azon, hogy ez az elengedési rész, ez hogy működött. Ugye a tékozló fiú is volt, amikor még miután kitalálta, hogy elmegy, és egy szívbeli döntést hozott, és ezt egy lényeges dolognak tartom, hogy amikor szívbeli döntésről van szó, azzal nem tudunk vitatkozni, az úgyis meg fogja lépni előbb vagy utóbb, és ez is még pár napig otthon volt, de az atya nem kötözte az ágylábához, nem fenyegette, és a többi, hanem egy nagy szívvel engedte el. Valószínű, hogy ott látta, hogy ott az otthonában, hogy van ez a gyerek, és valahol volt benne az a készség, hogyha elengedi, akkor hitte, hogy majd vissza fogja kapni, de hitte azt is, hogy akkor másképpen fogja visszakapni. És maga Istennek, hát ugye, mert ugye Isten felé fordul ez az egész történet, hogy maga Isten is egy ilyen atya, aki tud elengedni, és nagy szeretettel enged el, még akkor is, ha fáj neki, akkor is, hogyha látja, hogy tönkretesszük akár magunkat, életünket, dolgainkat, de mégis elenged azért, hogy aztán valahol másképp kaphasson vissza bennünket. És maga az elengedés volt az, ami ugye a szívemet megfogta, és hogy Isten, hogy ezt hogy csinálja, és én magam is az elengedés témakörében 19 dolgot írtam össze. Ezt akartam kérdezni éppen, hogy 19 téma, és azt hiszem, hogy még amikor beszélgettünk, akkor említetted, hogy lehet, hogy még sokkal több van, igen, de igen. Ez a 19 is fergeteges. Igen. Na most az első téma valahogy az elengedő szeretet szülőknek, hogy a szülői viszonylatban, hogy működik ez az elengedés, mert aztán ugye gyakorlatban is gondolkoztam ezen, meg láttam, hogy hát nagyon sok szülő küszködik ezzel a dologgal, és neked nagyon sok... Neked hogy sikerült a lányodat? Ő volt az első, ugye, akit el kellett engedni? Igen, hát... Férhez ment? Csak igen. Annyi, hogy majdnem belehaltam. Szóval akkor ez azért nem baj, mert ezeken keresztül kell mennünk. Igen. Eleinte azt gondoltam, hogy elengedtem Angliába, egy évig kint volt, ugye ebben tényleg majdnem két hónapig én nem találtam a helyemet otthon a lányom nélkül. Aztán úgy gondoltam, hogy na, már megedződtem az egy év után, de amikor férhez ment, hát akkor még mindig azért az utóhatások azért még csak ott voltak nálam, és csak nem volt olyan könnyű, de akartam elengedni, és minden tekintetben, tehát az, hogy egy másik élet, más életforma, mint amit otthon látott, amit ő alakított ki a férjével, és aztán hát abban érezték jól magukat, amiben voltak, és ezeket is aztán folyamatosan kellett elengedni, és az elengedést gyakorolni, mert az egy új család lett. És hát ez nem volt könnyű. Tehát akkor ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Nem. Tehát akkor, ha valaki mondjuk szenved hónapokig, akkor ne érezzen bűntudatot, hanem ez egy normális folyamat, amit meg kell tanulnunk, meg kell élnünk, át kell élnünk. Tudsz akkor valamilyen olyan bátorítást mondani azoknak a kedves nézőknek, akik
éppen most ebben a szakaszban vannak az életükben, és nagyon nehezen megy ez az elengedés? Hát a könyvemben én elég sokféle szituációt írok le. És ugye kezdem azzal, hogy a gyermekkorban, az életkorok viszonylatában, ahogy történnek a váltások, hogy egyikből a másikba lépnek át a gyerekek, hát ott is a szülőnek egy nagy rugalmasságot kell megélni. Szerintem ebben bele se gondolunk, hogy ezek is már ilyen elengedések, mert ezek ugye... Ezek is azok. Igen. Igen. Amikor ugye az ölünkbe ültetjük, és örülünk ő is, meg én is, és aztán eljön az idő, amikor akarnám az ölembe ültetni, de már kimászik Igen. belőle, sőt, aztán már elegészen odáig, amikor elkísérem az iskolába, kézen fogva, de a saroknál már kihúzza a kezét a kezemből, mert már egy kicsit Ciki. Röstelni Igen. a többi gyerek előtt az, hogy fogom a kezét, és kell tudni elengedni, hogy most már ennek az időszaka van, és egy új időszak indul az ő életükben is. Talán most egy kicsit soroljuk fel ezeket az elengedéseket, ami nem közvetlenül a családra vonatkozik. Itt írsz egy jó párat, lehet, hogy én is felolvashatom, mert itt van a könyv a kezemben, hogy ezek nagyon megdöbbentettek, hogy például a nem vállalt gyerekeknek az elengedése. Ilyen szempontból nem is gondoltam erre az elengedésre, mert hát ez nem olyan szokásos, hogy volt ebben saját tapasztalatod, vagy a lelkészi éveid alatt láttál ilyet? Igen. Tehát jó néhány olyan esettel találkoztam, ahol hát az anyuka elvetette a gyermekét, ami akkor per pillanat bizonyos helyzetet úgy tűnt, hogy megold, de aztán később ez valahol egészen másképpen csapódott le nála. És aztán jött a bűntudat, az önvád, és a többi, a önkárhoztatás, amiből valahol tényleg fel kellett, hogy szabaduljon, és kellett, hogy elengedje azt a gyermekét ilyen módon is, hogy bűnbánatot tart, és fölszabadul Isten kegyelme által arra, hogy akkor ez már nem fogja terhelni az életét. Tehát az elengedő szeretethez ez is hozzátartozik, amikor egy ilyen nyomorúságból kell elengedni a múltat. Igen, a gyermek áldás elengedése. Jaj, hát sokszor én nagyon szeretek imádkozni gyermekáldásért, és ez a leghatékonyabb ima terület, amit az életemben tapasztalok. Tehát de akkor sok házaspárért imádkoztál, és nagyon sok. És megtörtént a csoda. Igen, igen. 17 év, 20 év után áttört, csak úgy egyszerűen magától. De akkor voltak kudarcaid is ebben. Voltak, nem mondom azt, hogy ez most 100%-ig sikerült, de a legtöbb esetben tényleg ima meghallgattatást éltem át. Ugyanakkor ugye látok, főleg ugye, aki Roma misszióban szolgál, látom azt, hogy vannak családok, ahol hát úgy jönnek a gyerekek, hogy szinte futószalagon, igen. és más helyen meg valahol ez nem akar igazán alakulni. És vannak olyan helyzetek is, ahol aztán tényleg a feleségnek kiveszik a méhét, és a többi, és akkor hát valahol ez úgy ilyen szinten lezárul, és ez is egy elengedési részhez tartozik, hogy elengedni azt, hogy nem leszek édesanya, nem leszek nagymama, nem élem meg ezt ilyen módon, hogy a saját fizikai gyermekemmel
élhetem meg ezt. Azért jó néhányan vannak, akik azért ezen túllépnek, miután a sajátot elengedték, és akkor sokan vannak, akik vesznek magukhoz gyermeket különböző szinteken, és akkor egy ilyen kárpótlást élnek meg ebben a dologban. De ez is tud egy életre nyomasztani, hogyha az ember nem találja meg azt, hogy elengedje ezt a részt, és tényleg úgy Isten kezébe tegye le ezt a dolgot. Ezt nagyon nehéz nekem ebbe a címbe betenni, mert oké, elengedjük, ahogy kezdtem is, de hogy ezeket is úgy el lehet engedni, hogy egyszerűen az elengedő szeretet is ott legyen. Tehát ez be kell, hogy gyógyuljon ez a seb, ez is idő. Mit láttál ezeknek az embereknek az életében? Mikor fordult át egy olyan stádiumba, amikor ez már így elmondható? Ebben az egészben én nagyon lényegesnek tartom azt, hogy szóval ezt igazán az Isten szeretete tudja működtetni. Tehát ha valaki nem találkozott az Isten szeretetével? Hát annak nagyon nehéz dolga van. Mert azt azért látjuk a Bibliából is, hogy az Isten szeretete, ami átjár bennünket, az megváltoztat, az helyre rak dolgokat, az mássá tesz dolgokat. És elengedni úgy, hogy nem élem át az Isten szeretetét, az nagyon nehéz dolog. De amikor átélem, hogy Isten hogy szeretett engem, vagy akár Isten hogy engedett el az én életem különböző területén egy-egy dologban, amikor mentem a magam feje után, és aztán utána tényleg nyúlt utánam, vagy fogadott vissza szeretettel, és éltem meg a kegyelmet. Tehát aki valahol ezt átélte, annak van egy muníciója ahhoz, hogy ezt tényleg tudja működtetni, az Isten szeretetével telve tudjon akkor tényleg elengedni, mert ez az isteni szeretet valahol tudja betölteni azokat a hiány részeket, amik ebből fakadólag úgy előállnak. És hát én valahol így látom ezt, mint lelkész is, hogy ha Isten szeretete van bennünk, akkor ezzel a szeretettel tudjuk elengedni, és akkor nem, hogy mondjam, csak nem kárhoztatással, nem átkokkal, nem rossz lelkülettel, hanem szeretettel. És ez egy lényeges dolog, mert a szeretet az, amelyik mindig tud, akár ha negatív irányba mennek is, akár a gyerekeink, mindig tud nyitva hagyni ajtót, ahol aztán lehet majd visszatérni. És amikor a szülők elengednek különböző élethelyzeteket, akkor én azt látom, hogy az Isten betölti ezeket a részeket, és nyilván, hogy ennek van egy harci időszaka, amikor ezt fel kell dolgozni, kell engedni, hogy Isten gyógyítsa, amikor tudatosul bennünk, amikor kimondjuk, amikor Isten kezébe tesszük. Kell egy időszak, amikor ez úgy felszívódik bennünk, de utána, amikor tényleg oda tettük, akkor teljesen rendben vagyunk. Kedves István, az utolsó fejezet, ami a könyvedben van, úgy van itt leírva, hogy az átlagos életforma elengedése, az élet természetesnek tartott dolgai. Te lelkipásztor vagy, voltál és leszel. Azt gondolom, hogy egy lelkipásztornak az élet természetes hétköznapi életében nagyon-nagyon-nagyon sok olyan szituáció van, amikor el kell engednünk szeretettel dolgokat. Igen. Mennyire volt ez neked több éves harc, vagy ha nem is lehet, hogy nem így volt, mennyire tudtad akár most egy konkrét példát hadd mondjak, mert hogy én is azért ebbe a cipőbe jártam, hogy amikor valakit nagyon szerettél, a szívedhez nőtt, legyen az vezető, legyen az egy nagyon kedves ember, aki csak épp elköltözött egy másik városba, és azért hagyta ott a te gyülekezetedet, hogy sikerült ezeket, mert ezek neked, nekünk, igen, akik lelkészek vagyunk, ez ilyen természetes, mindennapi cselekedetünk. Igen.
Itt ebben a könyvben ez a természetes dolgoknak az elengedése, ez mondjuk a nehéz gyermekeket nevelők, vagy beteg gyermekeket nevelők szülőkkel kapcsolatos. Igen. De a folytatásban, amikor az elengedésről beszélek, vagy fogok írni, akkor ebben például fogok írni erről, hogy milyen volt elengedni akár egy olyan embert, akiben megbíztam, aki munkatársam volt, és aztán ott hagyott engem, és akkor ugye belehal az ember egy ilyen csalódásba, vagy éppen amikor a gyülekezetemet engedtem el, adtam át az utódomnak, hogy ez az elengedés is, hogy mennyi hát fájdalommal járt, és hát meg kellett harcolni ennek a harcait, és vagy például amiről a következő könyvem, amit már lényegében meg van írva, az elengedő sorozatban az a saját igazságoknak az elengedése lesz. Tehát ennek van egy folytatása, de visszatérve a kérdésedre, nekem azok nem voltak könnyű időszakok, amikor el kellett engedni, de azt tudom mondani, hogy mivel tudtam gyakorolni, és mindig szeretetben engedtem el azokat is, akik nem éppen szeretettel mentek el tőlem. Igen. Azok mindig azt élhették meg, hogy az ajtó nyitva van. És nagyon jó időszak volt az, amikor esetleg vissza is jöttek, és másként jöttek vissza, és aztán folytathattuk a közös munkánkat. Az utolsó mondat itt, az utolsó előtt az, hogy eldöntöttük, hogy boldogok leszünk. Lehet ilyet így eldönteni, amikor az elengedésről beszélünk? Igen. Ez egy, ugye a könyvemben én nem tudom, hogy pontosan hány történetet írok le, de nagyon sokat, és ez például egy családról szól, akiknél megszületett a második gyermekük, és ott egészségesen, és ott a kórházban agyvérzést kapott, és ennek kapcsán tolószékbe került, de abba is úgy, hogy kezit, lábát mind a mai napig le kell kötözni, mert különben kibukna a székből. Ez a kislány ma 22 éves már, és ez ennek a családnak a története, akik egyébként egy pásztor család, amit leírok, ők, amikor ezzel szembesültek, hogy ez az ő idézőjelben jövőjük. Az egyik dolog, amit megfogadtak, hogy ezt nem adják föl, tehát az Isten mindent megtehet, és csodatévő Isten, és nem tettek le arról, hogy egy csodás beavatkozással megváltozik ez a helyzet. De addig is, amíg ez megtörténik, addig is ők nem egy kifosztott, nem egy lenyomott, csalódott életet akarnak élni, hanem ők boldogok akarnak lenni, ők győztesek akarnak lenni. És ők ott a kórházban ezt eldöntötték, hogy ők boldog életet fognak élni. És egy ilyen gyermek, akinél most ugye 22 évesen például egy fürdetés már két emberessé vált. Egy. Nem egy könnyű dolog, meg egy csomó mindenben, ahogyan ezt a gyermeket úgy körülveszik. És mégis ezt a házaspárt sokan irigylik. Nem a beteg gyermek miatt, hanem amiatt, hogy ők rájöttek arra, hogy el kell engedni azt, az örömforrást, áldásforrást, ami más családoknak, ahol egészséges gyermekek vannak, ott van az életükben, hogy verseket mondanak, a gyerekek ötöst hoznak az iskolából, fölveszik az egyetemre, stb. Az ő örömüknek a forrása máshol van. És ennek az elengedése, ez a kulcs, hogy el tudták engedni, hogy ők nem egy olyan kategória, de nem örömtelen kategória, nem boldogtalan kategória, hanem náluk is ott van az öröm, a boldogság,
csak más helyen kell a forrást keresni. És a gyermekükben mind a mai napig ezt az örömöt találják, boldogságot találják, ahogy megnyilvánul az a gyerek, ahol kifejez valamit, vagy ahol a szeretetét mutatja feléjük, mások felé, és akkor megtelik ez a házaspár örömmel, boldogsággal, hogy ma mit mondott ez a gyerek, ma hogy viszonyult ez a gyerek. És ezek tényleg, ahogy eldöntötték, boldog család és győztes család. Hát ez nagyon gyönyörű. És igazából le is járt a műsoridőnk, de én avval szeretném befejezni ezt az egészet, mivel hogy csak csipegettünk a könyvből, hogy bátorítsuk a kedves nézőket, hogy vegyék meg ezt a könyvet, mert igaz, hogy azt mondtad, hogy nagyon vastag, és azt mondtad, többet nem írsz ilyen nagyon hosszú könyvet, de ehhez a témához azt gondolom, hogy kell ilyen hosszú, és hogy minden egyes témát külön leírtál, ez nagyon-nagyon nagy segítség. Köszönjük szépen, és akinek erre szüksége van, vegye meg, és olvassa át, és hiszünk abban, amit most az előbb elmondtál, hogy igenis a nehéz körülmények között, még akkor is, kedves nézőink, hogyha nagyon nehéz döntések előtt állunk, olyan elengedések előtt, amiben úgy érezzük, hogy tényleg belehalunk, István szerint, mert ő megtapasztalta, és nagyon sokan megtapasztaltuk már, hogy még akkor is ott lehet az Isten öröme az életünkben. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, Isten áldja önöket, és folytatjuk Istvánnal, mert van másik könyve is. Viszontlátásra!